Ünnepi rendezvények október 20-án Rákos mentén. 1956 hőseire emlékeztek Rákosligeten és Rákos Csabán. Koszorúzással egybekötött ünnepi műsort tartott Rákosmente önkormányzata Rákoskeresztúron, az 1956-os forradalom és szabadságharc 67. évfordulóján. Attilio Maguolo villái velencei stílusú építészet Lovránban címmel nyílt kiállítás az Erdősöné Ház muzeális gyűjtemény és kiállító teremben. A tárlat az olasz tervező által megálmodott épületeket mutatja be az érdeklődőknek egy fotósorozaton keresztül. Köszöntöm Önöket, a Rákosmente Televízió krónikáját látják a kerület legfontosabb eseményeivel. Október 20-án tartotta az 1956-os forradalom és szabadságharc 67. évfordulójának tiszteletére rendezett megemlékezést a Kossuth Lajos Általános Iskola. Az esemény keretében Szelepcsényi Sándor, a Rákoskerti Polgári Kör elnöke osztotta meg gondolatait a résztvevőkkel. Ezt követően az intézmény udvarán álló, a Rákoskerti Nemzetőr Parancsnokság egykori székhelyeként szolgáló épületénél helyezték el koszorúikat a megjelentek. A rendezvényen egyaránt jelen volt dr. Füzesi Péter alpolgármester, Hatvani Zoltán Rákoskert önkormányzati képviselője, illetve Lengyelfehér Gyöngyi, a Kelet-Pesti Tankerületi Központ szakmai vezetője és igazgatóhelyettese. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 67. évfordulójának tiszteletére tartottak megemlékezést a Kossuth Lajos Általános Iskola udvarán álló épületnél, mely a kerületben zajló összecsapások sorsfordító napjaiban a Rákoskerti Nemzetőr Parancsnokság székhelyeként szolgált. A megjelenteket elsőként Csébi András intézményvezető köszöntötte, majd Szelepcsényi Sándor, a Rákoskerti Polgári Kör elnöke osztotta meg gondolatait, aki felidézte, hogyan vált a létesítmény a 17. kerületi forradalmi események egyik központjává 1956. október 23-át követő napokban. Október 28-án hangzott el a rádióban egy felhívás, amelyben először hangzott el hivatalosan, hogy szükség van egy a rendőrség feladatait ellátó szervezetre, amelynek a neve Nemzetőrség lesz. A rákövetkező napon megalakult a Nemzetőrség központi parancsnoksága, amelynek vezetője elrendelte a szervezet azonnali megalakítását. Rákoskert lakói azonnal cselekedtek, és az elsők között 1956. október 29-én este a Kollár vendéglő nagytermében összegyűlt tömeg közös akarattal létrehozta a Nemzetőrség helyi csoportját, amelynek vezetőjeként Talján Pált és bátyámat, az akkor alig több mint 20 éves Szelepcsényi Ernőt választották meg. A 21 önkéntesből álló Rákoskerti Nemzetőrség laktanyájaként az iskola akkor napközi otthonaként szolgáló épületét jelölték ki, ezt a házat, amelyik előtt most állunk. Az esemény zárásaként a megjelentek elhelyezték koszorúikat a ház falán található, 2006-ban a Rákoskerti Polgári Kör kezdeményezésére létrehozott emléktáblánál. Elsőként a Kelet-Pesti Tankerületi Központ nevében Lengyelfehér Gyöngyi szakmai vezető és igazgató helyettes, valamint Márton Katalin köznevelési osztályvezető. A kerület részi polgári kör részéről Szelepcsényi Sándor a szervezet elnöke. Rákosmente önkormányzatának képviseletében dr. Füzesi Péter alpolgármester és Hatvani Zoltán Rákoskert önkormányzati képviselője, végezetül Csébi András, a Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetője, pedagógusokkal, valamint diákokkal egyetemben rótták le kegyeletüket az 56-os hősök előtt. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 67. évfordulójának alkalmából tartottak megemlékezéseket október 20-án Rákos mentén. Idén a Rákosligeti Polgári Kör szervezésében megvalósuló rendezvényen Kovács Istvánné Magdi néninek, a néhai Kovács István cserkészparancsnok özvegyének emlékeit, gondolatait tolmácsolta lányuk, Kovács Katalin, a Hősök Terei országzászlónál. A továbbiakban a Gregor József Általános Iskola 8. A osztályos diákjainak ünnepi műsorával, valamint a hálavirágainak elhelyezésével tisztelegtek a megjelentek 1956 hősei előtt. Az eseményen Dunai Mónika, Rákosmente országgyűlési képviselője,
Horváth Tamás polgármester, valamint dr. Füzesi Péter és dr. Bakos András alpolgármesterek egyaránt jelen voltak. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 67. évfordulója alkalmából rendezett 17. kerületi megemlékezések Rákosligeten, a Hősök terén található országzászlónál vették kezdetüket október 20-án, a himnusz közös eléneklésével. A folytatásban Kovács Istvánné Magdi néninek, Kovács István néhai cserkészparancsnok özvegyének 1956-ban megélt emlékeit, gondolatait tolmácsolta lányuk Kovács Katalin. Mint elhangzott, Magdi néni akkoriban a forradalom belvárosi eseményeiről, a férjétől szerzett tudomást, aki testközelből tapasztalta meg az ottani mozzanatokat, ám a harcok szele eközben Rákos mentét is megérintette. Úgy emlékszem, október 25-én Pista, Simon Pista, Matyi, Ijés Sándor és egy barát négyen bementek Pestre az Asztóriához, a gyülekező helyre. Egyre többen lettek, aztán egyszer csak elindultak az emberek a parlament felé. A hatalmas tömeg a négy barátot elsodorta, elszakadtak egymástól. Akkor történt, hogy a parlamentnél belelőttek a tömegbe. Amikor meghallották a sortüzeket, Pista egy kapuajba bújt az egyikükkel, majd a nagy felfordulásban igyekeztek hazajutni. Pista végül épségben hazajött, de nagyon aggódott a többiekért. Csak másnap találkoztak, akkor tudták meg egymástól, hogy mi történt. Szerencsére mind a négyen megmenekültek. Azt tudom, hogy Simon Pistát többet magával a parlamenttel szemben lévő minisztérium épületébe beengedte a portás, mert akkor már lőtték a tömeget. Majd egy hátsó kapun kieresztették őket, és így tudtak megmenekülni. Pár nap múlva már vonultak be az orosz tankok. A Szabadság sugárútnál a főút kereszteződésében gyógyszertár, szikvizes és egyéb üzletek voltak. Itt történt, hogy elbújtak fiatalok, majd a forradalom alatt a ligeti vegyi művekben készült robbanó anyagot, úgynevezett molotov koktélt dobtak a kereszteződésben a főúton haladó tankok alá. Azok megálltak, és az egyikük, körbeforgatva a csövét, mindent szétlőtt, amit ért. Mind a négy saroképületet. Kovács Katalin hangsúlyozta, a visszaemlékezések legfontosabb célja, hogy közelebb hozza a fiatalokat a múltbéli történésekhez. Beszédében továbbá édesanyjához kötődő személyes emlékét idézte fel zárásként a nyilvánosság számára. Még egy félelmetes dolog történt akkor velem. Az alsó úton, ami a vasúttal párhuzamosan halad, mentem teljes kannával Katikának tejért a Tusáékhoz. Tusa bácsi, őt mindenki így nevezte, vasútőr volt a MÁV-nál, a ligeti Sorompó őrházában, és ott lakott a feleségével, és volt két tehenük. Feléjük menve egyszer csak váratlanul azt éreztem, hogy a lábam alatt remeg a föld. Hátrafordulva megláttam a kanyarban a feltűnő tankokat felém jönni. Az egyik tank megállt, és a csöve körbeforgott. Én úgy megijedtem, hogy megálltam, és rémületemben egy kerítéshez lapultam, háttal állva a tankoknak. Így álltam addig, amíg el nem vonultak mögöttem. Amikor végre elmentek, futottam tovább a teljes kannával a Tusáékhoz, mert Katikának kellett a tej. Hazafelé már nem mertem az alsó úton menni, hanem kerülővel bementem a kis utcák közé, és úgy futottam végig haza. Nagyon rémült voltam. Ezt követően a Gregor József általános iskola 8. A-osztályos diákjai adták elő ünnepi műsorukat. Felkészítő tanáruk Stefáné Zsolnai Magdolna volt. De remeg a föld.
A tisztelet és a hála virágait a Rákosligeti Polgári Kör képviseletében Zsámbokréti Zénó, a Politikai Foglyok Országos Szövetsége 17. kerületi szervezetének elnöke és annak felesége, Rákosmente önkormányzatának nevében Horváth Tamás polgármester, dr. Fizesi Péter és dr. Bakos András alpolgármesterek helyezték el. Ezt követően a 264. számú Hunyadi János cserkész csapat tagjai, a Gregor József általános iskola megjelent diákjai és tanárai, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség 17. kerületi szervezetének részéről Dunai Mónika országgyűlési képviselő, Horváth Tamás polgármester és dr. Fizesi Péter alpolgármester, illetve a Keresztény Demokrata Néppárt 17. kerületi szervezetétől Szabó Tiborné, dr. Fenke Ferenc és Halász Dezső önkormányzati képviselők, a Magyar Szocialista Párt nevében pedig Lukocki Károly rótták le kegyeletüket. Végezetül további helyi intézmények, illetve egyesületek képviselői koszorúztak az emlékműnél. Az esemény a szózat eléneklésével zárult. Október 20-án a Csaba vezérszobornál is megemlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről a megjelentek. Az esemény a Rákos Csabai Polgári Kör szervezésében valósult meg. Beszédet a helyszínen dr. Füzesi Péter alpolgármester mondott. Az ünnepi műsor fellépői Kriston Petra és Ősz István voltak. A rendezvényen jelen volt továbbá Dunai Mónika, Rákosmente országgyűlési képviselője, Horváth Tamás polgármester, valamint dr. Bakos András alpolgármester is. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 67. évfordulójának tiszteletére rendezett eseménysorozat a Rákos Csabán lévő Csaba vezér szobornál folytatódott, ahol a rendezvény a himnusz közös eléneklésével vette kezdetét. A Rákos Csabai Polgári Kör szervezésében megvalósuló eseményen szavalataikkal Kriston Petra és Ősz István működött közre az ünnepi műsorban. Utóbbi Tamási Lajos Piros a vér a Pesti utcán című költeményét adta elő. Zászlóink föl újjongva csapnak, kiborulnak a széles útra, sejem színei kidagadnak, ismét milyenk a Pesti utca, ismét milyenk a bátor ének, parancsolatlan tiszta szívvel. Ünnepi beszédet a helyszínen dr. Füzesi Péter alpolgármester mondott, aki a forradalom legfontosabb fordulópontjait felidézve rámutatott, a magyar szabadságharcosok olyan összefogásról tettek tanúbizonságot, amely kivívta a világ csodálatát. Mint elmondta, 1956. október 23-án Budapesten az egyetemi diákság felvonulásával kezdődött a szovjet megszállás és a kommunista elnyomás elleni felkelés. A diák felvonulások után a parlament előtt már több százezer fő hallgatta Nagy Imre reformokat ígérő beszédét. A rádió épületénél a fegyvertelen tömegre leadott véres soltűz hatására estére fegyveres felkelés bontakozott ki. A tüntetők ledöntötték a Dózsa-György úti Sztálin szobrot, a kommunista diktatúra jelképét, és hajnalra elfoglalták a Magyar Rádió épületét is. A nemzeti forradalomra válaszul orosz tankok indultak meg hazánkkal szemben. Az aránytalanul nagy túlerővel szemben egyedül maradt ország több napon át folytatott hősi harcot. A szabadságharc végül elesett, de a forradalom győzelmet aratott. Az alpolgármester hozzátette, a mai időkben különösen fontos meghallanunk és magunkévá tennünk 56-os hőseink üzenetét.
Nem engedhetjük, hogy külső erők nyomására, belföldi kiszolgálóik segítségével csorba essen a magyar nemzet függetlenségén, a magyar haza szuverenitásán. Sajnos a világ nem változik. A hatalmasok ma nem fegyverrel, hanem pénzügyi zsarolással és itthoni kiszolgálóik támogatásával igyekeznek rátörni hazánkra. Egyetlen hatalom sem mondhatja meg számunkra, hogy kivel éljünk együtt, kit engedjünk be országunkba, hiszen ennek a törekvésnek egyenes következménye lenne 1000 éves nemzet megtartó keresztény kultúránk eltűnése és a békés, biztonságos és szép mindennapok megszűnése. Erre a húsba vágó veszélyre hívja fel figyelmünket a közel-keleti vagy éppen a svéd szurkolók elleni terrortámadás. Mindezen szörnyűségekre Európa nagyvárosaiban szimpátia tüntetéseket tartanak a terror mellett. Ennek kialakulását itt, hazánkban, Magyarországon nem engedhetjük meg. A megemlékezés a tisztelet és a hála virágainak elhelyezésével folytatódott. A Rákos Csabai polgári kör képviseletében Domokos Lajosné, Sárközi György és Sütő András, Rákos Mente önkormányzatának nevében Horváth Tamás polgármester, dr. Füzesi Péter és dr. Bakos András alpolgármesterek, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség 17. kerületi szervezetének részéről Dunai Mónika országgyűlési képviselő, dr. Füzesi Péter alpolgármester és Virág Mihály önkormányzati képviselő koszorúzott. A Keresztény Demokrata Néppárt Rákosmenti szervezetétől Szabó Tiborné, dr. Fenke Ferenc és Halász Dezső önkormányzati képviselő, az Itthon Rákosmentén Egyesület nevében dr. Fahed Gergő, Cseri Adrien és Virtyó Szandra, a Rákos Csabáért Egyesület képviseletében Lambert Krisztina és Pásztor Ádám, illetve a Városrész Oktatás és Közintézményeinek, civil szervezeteinek küldöttjei a szobornál egyaránt lerótták kegyeletüket. A koszorúzás után az esemény a hagyományoknak megfelelően a szózat közös eléneklésével zárult. A megjelentek ezt követően átsétáltak a Rákos Csabai Közösségi Házba, ahol pohár köszöntőt Horváth Tamás polgármester mondott. Mint utalt rá, az 1956-os forradalom magyarországi történelmének egyik legfelemelőbb eseménye volt, amikor munkások és diákok válvetve harcoltak együtt a szovjet hadsereg ellen. Rájuk az akkori hősökre kell, hogy ma is emlékezzünk, illetve arra, hogy mit tettek ők a hazánkért. Én úgy gondolom, hogy muszáj, hogy emlékezzünk és tiszteljük azokat, akik részt vettek ebben a harcban, hiszen 23-a délutánjától már tudták, legalábbis nagyon sokan tudták, de többiek is tudhatták, hogy valószínűleg itt komolyabb harcok lesznek, és akár az életük is odaveszhet. És ez sajnos így is történt számos esetben, de az összefogás ereje vitte őket előre, és a nagy hatalmú Szovjetunió ellen képesek voltak föllázadni, bár segítségük is voltak, ugye az itteni kiszolgálói az idegen hatalomnak sajnos a saját népe ellen fordult. Így már nagyon nehéz volt harcolni, ráadásul november 4-én ugye megjelentek az orosz tankok, visszajöttek, ugye ott is elaltották, hogy úgy mondjam, a harcosokat, hogy majd itt a vége, győztünk, és egy pillanat alatt megfordult az egész, és nagyon sok hősünk van, aki életét vesztette. A rendezvény állófogadással zárult. Október 23-án, az 1956-os forradalom és szabadságharc 67. évfordulóján Rákosmente önkormányzata koszorúzással egybekötött megemlékezést tartott a Rákoskeresztúri Kegyeleti Emlékparkban. Az esemény keretében Horváth Tamás polgármester mondott ünnepi beszédet. A program a Vigyázó Sándor Művelődési Központban a Concerto Filharmónia zenekar koncertjével folytatódott, majd a rendezvény zárásaként dr. Füzesi Péter alpolgármester mondott pohárköszöntőt. A
Október 23-án a Rákoskeresztúri Kegyeleti Emlékparkban a Liszt Ferenc vegyes kar és a Rázenevárosi Fúvós zenekar közreműködésével csendült fel a magyar nemzet himnusza, amellyel kezdetét vette a Rákosmente önkormányzata által szervezett központi megemlékezés. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 67. évfordulója tiszteletére rendezett eseményen ünnepi beszédet Horváth Tamás polgármester mondott, és mint utalt rá, a forradalmi harcok olyan jelentős történelmi emlékek, amelyek 67 esztendő távlatából is hatással vannak a jelenkorra. Október 23-a arra kell, hogy emlékeztessen bennünket, mivé lesz az ország, ha az emberek életébe beavatkoznak, és mindenkit kényszerítenek valamire, ráadásul kifejezetten idegen érdekek szolgálatában. Az elkeseredés egyszer csak felcsap az égre, s már az élet sem olyan drága, mert nem akar senki szolgaságban meghajlott gerinccel élni. 1956 őszi napjaiban az emberek legyőzték saját önzésüket. Sőt, még életük legközvetlenebb féltését is, s készekké váltak a létező legnagyobb áldozatra, a másokért történő teljes odaadásra. Mi pedig, amikor ünnepeljük jól nemzeti ünnepünkön, akkor ünnepelünk jól nemzeti ünnepünkön, ha látjuk, mire kötelez bennünket a régiek helytállása. Fölébe nőni önmagunknak, s áldozatot hozni. Mert ünnepelni őket csak is úgy lehet, ha törekszünk méltóvá lenni áldozatukhoz. A városvezető gondolatait követően a megjelentek elhelyezték a tisztelet és a hála virágait. A Rákoscsabai harcoló nemzetőrök, a Rákosmenti 56-os alapítvány és az 56-os kitüntetettek képviseletében Németh Istvánné, Zsámbokréti Zénó, illetve Szelepcsényi Sándor rótták le kegyeletüket. Rákosmende önkormányzatának nevében Horváth Tamás polgármester, valamint dr. Füzesi Péter és dr. Bakos András alpolgármesterek járultak a szoborhoz. Koszorút helyezett el a helyszínen Dunai Mónika országgyűlési képviselő, ahogyan Rákosmente testvérvárosainak küldöttségei, a 17. kerület kisebbségi önkormányzatainak, intézményeinek, politikai pártjainak képviselői, valamint a jelenlévő polgárok is. A szabadtéri esemény a szózat és a székely himnusz eléneklésével zárult. Az október 23-ai rendezvény a hagyományokhoz híven a Vigyázó Sándor Művelődési Központban folytatódott, ahol a Concerto Filharmónia zenekar előadását hallgathatták meg a résztvevők. Az évfordulóhoz kötődő program alkalmával dr. Füzesi Péter alpolgármester mondott pohárköszöntőt, melyben kiemelte a magyarok összetartó erejét, mely már az 56-os szabadságharc idején is megmutatkozott, valamint hangsúlyozta a hősökről való megemlékezés fontosságát. Mit is üzennek ők számunkra? Azt, hogy ha összefogunk, ha együtt kitűzünk egy célt, akkor a legnagyobb akadályokon is a legnagyobb akadályokat is át tudjuk ugrani. És azt gondolom, hogy mi rákosmentiek is a hősöknek az üzenete szerint élünk, hiszen azt láthatjuk itt, hogy ez a béke szigete. Azt gondolom, hogy itt inkább mi emberek, rákosmentiek, azt nézzük, hogy mi az, ami összeköt minket, és nem az, ami szétválaszt. Én kívánom azt, hogy ez maradjon így, továbbra is éljünk az 56-os hőseink üzenete szerint, és most emelem poharam minden rákosmentire, akinek fontos ez az üzenet. Az október 23-ai eseménysorozat egy kötetlen beszélgetés mellett állófogadással zárult.
Nézőink az ünnepi megemlékezésekről bővebben az október 25-i, illetve a november 1-i 22 órakor kezdődő Visszapillantó című magazinműsorban láthatnak. Október 22-én nemzeti ünnepünk előestéjén nyitotta meg kapuit a Attilio Maguolo Villai Velencei stílusú építészet Lovranban című tárlata az Erdőssönéház muzeális gyűjtemény és kiállítóteremben. A kiállítás a Rákosmente horvátországi testvérvárosában található, és a tervező által megálmodott, közel 100 épületből nyújt ízelítőt egy fotosorozaton keresztül, melynek keletkezését Bojan Simonics, a város polgármestere ismertette a megjelentekkel. Az eseményen egyaránt jelen volt Horváth Tamás polgármester, dr. Füzesi Péter alpolgármester, valamint több önkormányzati képviselő is. Az október 23-ai ünnepi megemlékezések előestén tartották Attilio Maguolo Villái velencei stílusú építészet Lovranban című kiállítás megnyitóját az Erdős-Rönéház muzeális gyűjtemény és kiállítóteremben. A tárlat az Olaszországban született és később Lovranba költöző építész munkásságát tárja fotókon keresztül az érdeklődők elé. Az eseményen elsőként Horváth Tamás polgármester köszöntötte a megjelenteket, aki elmondta, hogy az egyedi képsorozat látván mindenki kaphat egy kis ízelítőt abból, hogy milyen csodálatos történelmi értékekkel rendelkező hely is Rákosmente testvérvárosa. Aki még nem járt ott, annak ez egy különleges lehetőség szerintem. Aki megjárt, az meg fel tudja idézni azokat a helyeket, azokat az épületeket, hiszen itt most konkrétan arról van szó, hogy Lovran építészetéről nyitunk meg kiállítást, a lovrani épületekről, amiket itt láthatunk, azt a milliót hozza ide ez a kiállítás nekünk, mintha ott sétálhatnánk Lovranba. Úgyhogy nagy-nagy tisztelettel külön köszöntöm és köszönöm ezért polgármester úrnak és a küldöttségnek, hogy elhozták nekünk ezt a kiállítást. Az alkotó közel 100 épületet tervezett a Horvátországban található tengerparti városban. A mostani kiállítását pedig Velence után másodikként a 17. kerületben is bemutatják. Erről már Bojan Simonics, Lovran polgármestere beszélt, aki kiemelte, hogy 3 évvel ezelőtt végeztek az olasz partnerekkel egy kutatást, amelyben felmérték és dokumentálták Attilio Maguolo munkájának történetét. Amint a városvezető utalt rá, azért is örül különösen annak, hogy Rákosmentére hozhatták a válogatást, mert ez megmutatja, hogy milyen sokszínű kultúrával rendelkezik a hazája. There were built around 180 villas. Lovranban mintegy 180 villa épült összességében, melyből közel 100 egy építész Attilio Maguolo nevéhez fűződik, aki Mirában, egy Velencéhez közeli kisvárosban született, és ő hozta el magával Velence építészetének egy kis szeletét, melyet egyaránt vegyített a közép-európai, valamint az olasz építészet stílus jegyeivel. Neki köszönhető, hogy Lovran építészete egyedivé vált, és 2006-ban a Horvát Kulturális Minisztérium egész Lovrant a Horvát Kulturális Örökség részének nyilvánította. A kiállítás november 12-ig látogatható, nyitvatartási időben az Erdős-Rönéház muzeális gyűjtemény és kiállítóteremben. Most következzen néhány fontosabb hír a közelmúlt eseményeiből. Október 19-én tartotta e-havi rendes ülését Rákosmente önkormányzatának képviselőtestülete. A polgármesteri beszámoló keretében elhangzott, hogy lezárult a városvezetés idei évre vonatkozó, 6 utcát magában foglaló útfelújítási programjának első üteme, valamint a Rákoshegyi Napok keretében átadták a kerületrész új közösségi házát. Horváth Tamás emellett arról is tájékoztatta a kerület polgárait, hogy november 5-e és 16-a között zajlik majd le a 2023-ban esedékes lomtalanítás, melynek részleteiről az önkormányzat honlapján, valamint Facebook oldalán találhatnak bővebb információt az érdeklődők. Polgármesteri beszámolóval vette kezdetét Rákosmente önkormányzatának októberben esedékes testületi ülése. Horváth Tamás elsőként az új Rákoshegyi Közösségi Ház átadásáról tájékoztatta a megjelenteket. És mint elmondta, a beruházás a kerületrész több mint 100 éve íródó történetének egyik legfontosabb mérföldköve volt. A célunk az volt, hogy olyan intézményt hozzunk létre, amely alkalmas a rákoshegyi közösségek, civil szervezetek befogadására,
Fontosnak éreztek ugyanakkor, hogy az új közösségi házban helyet kaphasson egy 120 főt befogadására alkalmas előadó terem is, ahol akár színházi előadásokat is meg lehet tartani. Az új közösségi ház területén található a korábban kihasználatlanul álló víztorony, mely városképi szempontból jelentős szerepet tölt be, azonban a felújításra szükséges volt, így a pályázatnak köszönhetően megtörtént a víztorony vasbeton szerkezetének az állagvédelme is. Szintén szeptember hónapban ünnepelte fennállásának egyéves születésnapját a Réz Levente Sport és Rendezvényközpont. Az évforduló tiszteletére futóversenyt szerveztek, melynek távját több száz résztvevő teljesítette. Az este folyamán pedig a TNT zenekar koncertje szórakoztatta a megjelenteket. Emellett a létesítmény adott otthont az Idősek Világnapja alkalmából megtartott eseménynek is, ahol Zoltán Erika énekesnő lépett fel. A városvezető kitér továbbá arra is, hogy a napokban zárult le a helyhatóság idejévre vonatkozó, 6 utcát magában foglaló útfelújítási programjának első üteme. 2,8 kilométernyi utat újítottunk fel, ami nem csak kátyúzás, hanem ez már egy aszfaltterítéses technikával, és patkajavítással, és néhány esetben ugye a fekvőrendőröknek a visszahelyezése, valamint a csapadékvízelvezetést is igyekszünk megoldani, vagy legalábbis javítani a helyzeten. Úgyhogy így ennek megfelelően a Piski utca, a Naplás és Bártfai utca között, és az Árokta és a Részes utca között, a 11. utca, az Agyagos utca, a Tiszanána utca, a Nyomdász és a Kéklilim utca között, valamint a Pásztorfalva utca, az Rényi és az Erzsébet körút között kapott új aszfaltburkolatot, és még a Gombosi utca is teljes hosszában megújult. Hamarosan megkezdik a fővárosi tulajdonban lévő főkert munkatársai a gondozásokba tartozó fák metszését a Pesti úton. A kényszerű beavatkozás, melynek okát az ülésen Horváth Tamás polgármester ismertette, a Csabai úttól egészen a Kucorgó térig elültetett zöld levelőket fogja majd érinteni. Pagodafa sor látható, amely nagyon rosszul lett kezelve a főváros által, mert nem mi kezeljük, és most úgy döntött a főkert, ahhoz, hogy a fák normális módon tudjanak tovább élni, egy jelentős lombkorona vágás fog megtörténni, tehát senki ne rémüljön meg, nem kivágják a fákat, tehát most tényleg én is azt mondom, hogy ne csináljunk belőle balhét, mert nagyon furcsán fog kinézni, mert szinte teljesen levágják a koronát. Ugye ott egy felső villanyvezeték megy fölötte, emiatt régebben csak ilyen V-alakba kivágták, meg csonkították a fákat, de a szakemberek szerint ez csak úgy menthetők meg ezek a fák, hogy most teljesen, szinte teljesen visszavágják a koronát, és akkor onnantól kezdve fog egy új lombkorona kialakulni. Horváth Tamás végezetül elmondta, hogy november 5-e és 16-a között fog sor kerülni Rákos mentén az idei évi lombtalanításra, melynek legfontosabb tudnivalói az önkormányzat honlapján, valamint közösségi oldalán találhatóak meg. A közbiztonsági beszámolót Bihami Jenő alezredes, a 17. kerületi rendőrkapitányság rendészeti osztályának vezetője tartotta. Szó esett egyebek mellett a személy sérüléssel járó közlekedési balesetekről, melyek további csökkentése érdekében október 1-től fokozott ellenőrzés kezdődött meg a közutakon. Október 1-től megdupláztuk a sebesség ellenőrzési tevékenységünknek a végrehajtását a kerületben, mivel úgy gondoltuk, hogy ezáltal nagymértékben, vagy legalábbis csökkenteni fogjuk tudni még azt a baleseti számot is, amit eddig szépen folyamatosan csökkenve el tudtunk érni. Október 1-től megdupláztuk a kijelölt pontokat, ahol a sebességellenőrzést végrehajtjuk. Új sebességellenőrzési helyeket jelöltünk ki. Megpróbáltuk figyelembe venni a lakossági bejelentéseket is, lakossági panaszokat a sebességhatár túllépésre, illetve a gyorshajtásra. Ez már október 1-től folyamatos, illetve folyamatosan jelen vagyunk, és fokozott ellenőrzések keretében ezeket a baleset jogokat megpróbáljuk megelőzni, megszakítani, hát illetve szankcionálni is, mert sajnos azt is kell, aki már többször elkövette ezt a szabálysértést. Én Paládi Máté. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek.
Az ülés a napirendi pontok megtárgyalásával folytatódott. A személykérdések részeként a testület a Jogi és Közbiztonsági Bizottság új tagjának, a Jobbik Konzervatívok képviseletében jelenlévő Paládi Mátét választotta meg egyhangulag, aki ünnepélyesen letette az ilyenkor szükséges esküt is. A határozat hozatalt igénylő előterjesztések sorában szintén a megjelentek egyöntetű támogatása mellett született döntés arról, hogy további 3 millió forinttal segíti a helyhatóság a súlyos, illetve halmozottan sérült mozgásszerv és értelmi korlátozottsággal élő gyermekek nappali ellátására szakosodott Völgyzugolyház Alapítvány a Kacifántosokért elnevezésű szervezetet. Végezetül elfogadásra kerültek a pénzügyi és költségvetési, a városfejlesztési és vagyongazdálkodási, valamint a Rákosmenti Erőforrás Bizottságok második negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseikről szóló beszámolók is. A képviselőtestület a következő rendes ülését várhatóan november 2. felében fogja majd tartani. Idén immáron 16. alkalommal került megrendezésre a Gregor József Általános Iskola tanulóinak rajzkiállítása. A Magyarország kincsei címet viselő tárlat célja, hogy a diákok minél jobban megismerjék szülőföldjüket, és ezáltal kialakuljon bennük a hazaszeretet eszméje. Az esemény fővédnöke ebben az esztendőben is Dunai Mónika, Rákosmente országgyűlési képviselője volt. Köszöntő beszédet dr. Bakos András alpolgármester mondott. A megnyitón jelen volt Lengyel-Fehér Gyöngyi igazgatóhelyettes és szakmai vezető, valamint Márton Katalin köznevelési osztályvezető a Kelet-Pesti Tankerületi Központ képviseletében, illetve Rózsahegyi Péter, Rákosliget önkormányzati képviselője is. A Csekovszki Árpád Művelődési Házban kiállított műveket október 27-ig tekinthetik meg az érdeklődők. A Gregor József Általános Iskola 4. Z-osztályos tanulói énekes-verses előadásával vette kezdetét a tanintézet már hagyományosnak számító rajzkiállítása. A tárlatot, amelynek 16. alkalommal adott otthont a Csekovszki Árpád Művelődési Ház, dr. Bakos András alpolgármester nyitotta meg, örömét kifejezve azzal kapcsolatban, hogy a gyermekek egy-egy ilyen alkotáson keresztül képesek megvalósítani önmagukat. Amikor azt kérjük a gyerekektől, hogy rajzoljanak le egy képet, vagy egy fotót. Arra gondolhatunk, hogy ez csak egy másolás. De nem másolásra akarjuk tanítani őket, hanem a kreativitásukat, a fantáziájukat szeretnénk előhozni, fejleszteni. Abból kell kiindulni, hogy a rajzolás egy művészet, és célja a belső képek kivetítése, és az egyéni önkifejezés és mondani való megjelenítése. Hangulatok, érzelmek közvetítése. A mai kiállításon a szülőföld kincseiről készült képeket tekinthetünk meg, amelyek gyerekszemmel, gyermeki világgal mutatják be hazánk városait, falvait, erdeit, virágos kertjeit, állatvilágát és egyéb természeti szépségeit. A Magyarország kincsei elnevezés alatt született munkák között akvarellek, kevert technikájú rajzok, valamint grafikák egyaránt megtalálhatók, hiszen az idei esztendő tematikája és sokszínűsége lehetővé tette a diákok számára az alkotói szabadságot. Szeifner Katalin az intézmény tanára arra is rávilágított, hogy milyen szempontokat vettek figyelembe a témakör kiválasztásánál. Olyan témakört kellett választanunk, ami 1-től 8-ig mindenkinek, tehát mindenki tud rajzolni 1-től 8-ig. A másik, hogy Magyarország az egy nagyon fontos dolog, hogy a hazaszeretetet már ilyen kiskorba, elsős kortól kezdve neveljük, hát mi 8-ig, és azért ezt választottuk, mert ezzel érzékenyítjük a gyerekeket arra, hogy szeressék a hazájukat, és legyenek büszkék rá. Az iskolások műveiből összeállított kiállítás egészen október 27-ig látogatható a kerületrész művelődési házának nyitvatartási idejében. A Rákosmente televízió krónikáját látták, riportjainkat visszanézhetik honlapunkon, a rákosmentetv.hu oldalon. Vigyázzanak egészségükre, minden jót kívánunk, viszontlátásra!